Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A két éremmel sikeres szezon zárt a Fátum Nyíregyháza. 31 érmet szereztek a VB-n az újfehértói kempusok. A rangadót játszik vasárnap a Wolves ellen a Nyíregyháza Tigers. A második helyen zárták a B-döntőt a nyíregyházi kadett kosarasok. Nagy halász Ibrány döntőt rendeznek a megyei focikupában. 6 ponttal verte a Peac Pécs csapatát a nyíregyházi kosársuli. A bajnokságban szerzett ezüstéremmel és a Magyar Kupa győzelemmel sikeres szezon zárt a Fátum Nyíregyháza. A női röplabda csapatot a következő szezonban is Hollósi László irányítja majd. Ebben a szezonban nem volt több ebben a csapatban, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk az elért eredményre, és nagyon büszkék vagyunk, hogy Nyíregyháza, illetve a Fátum Nyíregyháza nevét öregbíthettük. A kupa győzelem egy csodálatos eredmény volt, így a bajnoki döntő után meg úgy gondolom, hogy ez meg duplán vagy triplán is felértékelődik, hogy mekkora sikert értünk el a kupa döntőben. Azt látni kell, hogy még egy picit előttünk jár Békés Csaba összességében, de úgy gondolom, hogy az az út, amit elkezdtünk itt Nyíregyházán, most már mondhatom így közösen, az egy nagyon jó út, úgyhogy keményen kell dolgozni, és tényleg így még van motiváció, hogy hova fejlődjünk. Minél közelebb kerül egy csapat a csúcshoz, annál nehezebb szintet lépni. Mi szükséges ahhoz, hogy esetleg a következő szezonban még egyre fényesebb legyen a bajnoki érem? Nyilván sok összetevője van. Először is mindenképp elhatározás a vezetőség részéről, hogy szeretnék tovább építeni ezt a csapatot. Kettő, meg legyünk őszinték, a mai világban ehhez pénz is kell. Tehát nyilván a szponzoroknak, a városnak is továbbra is támogatnia kell a klubot, hiszen ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, ahhoz játékosokat, edzőket, a feltételrendszert biztosítani kell a megfelelő munkához. Én azt látom, hogy az elhatározás megvan az érintett felek részéről, ez a legfontosabb. Ha a feltételeket tudják biztosítani, akkor én úgy gondolom, hogy mi a szakmai stábban mindent megteszünk azért, hogy előre léphessünk. Nyilván történnek majd a játékos keretben változások, de nem akarjuk azért teljes mértékben felborítani, tehát az értékeinket szeretnénk megtartani, és nyilván bizonyos posztok erősíteni, de ez még a jövő zenéje. A következő szezontól két magyar játékosnak pályán kell lennie. Mennyire befolyásolja ez a keret kialakítását, hiszen más sportágokban is tudjuk, hogy ilyenkor felértékelődik a magyar játékosok áraértéke. Nyilván, tehát azt látjuk, hogy a magyar játékosoknak az értéke az most följebb ment, tehát a tárgyalások alapján már mondhatom, de hát ez természetes. Ezzel nekem számomra nincsen probléma, hiszen ha valaki dolgozik, akkor kapja meg a megfelelő ellenszolgáltatást érte. Úgyhogy igen, két magyar játékosnak mindenképp a pályán kell lenni, ennek megfelelően alakítjuk ki a keretünket, de hát szem előtt tartva azt is, hogy a nemzetközi kupában is szeretnénk jól szerepelni, úgyhogy minden posztra több jó játékos szeretnénk igazolni, hát egyfelől, hogy a rotációs rendszerünket tudjuk továbbra is alkalmazni, és ami idén is működött, hogy nem csak 6-7 játékosra szeretnénk építeni, hanem egy hosszú cserepadot is szeretnénk, hiszen így van az edzőnek is lehetősége belenyúlni a mérkőzésbe, illetve ha bármilyen nem várt körülmény, tehát sérülés vagy formahanyatlás történik, illetve a legjobban előre jelezni, illetve kordába tartani a történéseket. Mikortól meddig kapnak pihenőt a lányok, a tervek szerint mikor kezdődik majd el a felkészülés? Még nem tudjuk pontosan, de még csak sajnos fél információnk vannak a szövetségtől, hogy most állítólag szeptember végén kezdődik, úgyhogy innentől konkrétan még én se tudok mondani, hiszen nekünk a szakmai stábbal megfelelően visszafelé kell számolnunk, tehát egy 8-10 hetes felkészülést szeretnénk mindenképp. Én úgy gondolom, hogy a most szivárgó információk alapján augusztus elején fogunk kezdeni. Vannak olyan játékosok, akik a válogatottnál vannak, akár a magyar válogatottnál, akár a nemzetközi, tehát a külföldi válogatottaknál. Úgyhogy most egy-két hónapot kapnak a lányok, ezután a szezon után meg is érdemlik, augusztus elejétől meg kőkeményen fogunk dolgozni.
31 érmet szereztek az újfehértói kempusok a budapesti világbajnokságon. Szabó Tibor Benedeket a VB legjobb versenyzőjének választották a szakemberek. Ez egy kuriózum, és azért szerettük volna mindenképpen megmutatni ezt a sportágat, amely talán a hétköznapi életünkben kicsit kevesebb szer van benne, sőt, talán nem is találkozunk vele, mint Kempo, hogy ez egy távol-keleti harcművészet, de, és hogyha talán egy hétköznapi embert megkérdezünk, hogy akkor mi is ez a sportág, lehet nem is tudja. És ezért szerettük volna mindenképpen elmondani ezt, hogy már a 15. világbajnokság, amely pont itt volt Budapesten, Magyarországon, ezen a 15. világbajnokságon Magyarország volt a legeredményesebb nemzet a Kempo világbajnokságon, ami én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon, nagyon kimagasló teljesítmény, és mindenképpen beszélni kell róla. És hát a másik vonulata, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagyunk, hogy az újfehértói kempósok azok, akik ennek a sikernek a jelentős részét hozták, sőt, van egy olyan kempós, ugye a Szabó Tibor Benedek, aki pedig a legjobb sportoló lett a világbajnokságon, hiszen 3 aranyérem mellett még egy bronzérmet is szerzett, és ezáltal is felhívta a figyelmét, azt hiszem a közvéleménynek, nem csak az országosnak, hanem a nemzetközi közvéleménynek is, hogy bizony Magyarország egy nagy hatalom a kempó sportágban is, és hát szerettük volna bemutatni egy kicsit, szerettük volna azt, hogy egy kicsit belekóstoljon a megye közvéleménye ebbe a sportba is, hiszen annyi komoly sportsikerről beszélünk, hál' Istennek nap mint nap, ami a megyéhez köthető, hogy néha válogatni is nehéz, és mégis egy különleges, egy kuriózumnak számító sport, ez ami egy kicsit talán színezi, fűszerezi a megyei sportéletet is, legyen ott a reflektorfénybe, és tudjuk megmutatni azokat a sikereket, amelyeket elértünk ebbe a sportágban is. Te ezen a világban is 2 ezüst és 1 bronzéremmel zártál. Mennyire kárpótol az elmaradt aranyéremért az a rengeteg érem, amit az általad is felkészített újfehértói kempusok szereztek? Én nagyon meg vagyok ezzel elégedve, mert nagy részt inkább a csapatra fektettem most az erőmet, próbáltam készíteni őket, az én edzésem így kicsit háttérbe szorult, de ennek is nagyon örülök, hogy így 2 ezüst érmet sikerült meg egy bronzot elhoznom, mert kemény volt nagyon az egész felhúzatal, egy divízióban minimum 10-12-en voltunk, sok versenyző, erős volt a mezőny, örülök neki, hogy ilyen eredményeket hoztunk el, és büszke vagyok a csapatra, hogy mindenki ilyen, szerintem 100%-kal teljesített, igyekszünk a jövőben is minél keményebben, minél szebb, fényesebb érmeket, én is szeretném ezt aranyra változtatni jövőre Spanyolországba, és szeretném, hogyha a világbajnokaink, világkupa bajnokaink megvédenék a címüket, és akik meg nem szereztek, minél fényesebbet szerezzenek. Mennyi munka van e mögött, az eredmény mögött? Rengeteget készültünk tényleg. A készülést ugye felcsúton külön edzésekkel is, válogatott edzésekre jártunk, de előtte már ugye mi, úgymond ez világbajnokság, a csapatunkból is a legjobbak képviselték az országot, meg országszerte is. Büszke vagyok tényleg, hogy 11-en tudtunk eljutni erre, mert ez a 11 ember a legjobbnak minősült így Magyarországon, a korcsoportban, meg a súlycsoportjában. Szóval szeretném, hogyha ez a 11 főből minél több megmaradjon a messzebb utazásokra is, például a jövő spanyolországi útunkra, meg a többi világbajnokságra is szeretném, hogyha ennyien el tudnak menni, vagy legalább a világbajnokok. Fiatalokról van szó, sőt kifejezetten nagyon fiatal srácok is vannak az érmesek a világbajnokok között. Milyen jövőkép van ezelőtt a csapat előtt? A csapatunk, én úgy gondolom, hogy egyre jobban és egyre sikeresebben részt tudnak venni, és helyt tudnak állni a versenyeken. Ahogy elnökünk Tibi is bemutatta a csapatunkat, elmondta, hogy az utóbbi versenyeket szinte mindig dobogó helyezéseket, utóbbi időben 2 első helyezés hoztunk el csapatszinten, és 2-szer ezüstérmesek lettünk csapatszinten, szóval szeretnénk a következő versenyekben is a csapatkupákat megnyerni, minél többen, minél több versenyre eljutni, igyekszünk. Mely országok a legnagyobb riválisok, hol űzik hasonló szinten a kempót? A legtöbben, akik szoktak jönni, a román csapat szokott lenni, ugye az IKF-nek az elnöke is a román, ők nagyon felkészültek szoktak lenni, inkább küzdelmi versenyszámba szoktak nagyon sokan indulni. Ők tényleg, meg mindenki kemény ellenfél,
A hollandok rengetegen szoktak jönni. Most például az oroszok küzdelmi versenyszámba sokan indultak, meg hát sokan, sok ország. De a magyarok szerintem, akik a legjobbnak kell lenni, most sikerült világbajnoknak lenni csapatszinten is. Spanyolországban majd elválik. Rangadót játszik vasárnap a Nyíregyháza Tigers. A HFL-ben veretlenül listavezető Tigrisek a közvetlenül mögöttük álló hatszoros bajnok Budapest Wolves csapatát fogadják a Városi Stadionban. Eddig jól teljesítettünk, nyilván a szezonnak még korán sincs a vége, az alapszakasz felénél tartunk. Eddig, hál' Istennek, csak kisebb hibákat vétettünk, aminek a csiszolgatásán még dolgozunk, de az edzői stáb és a játékosok is nagyon-nagyon jól játszottak. Eddig remélem, hogy ez a forma megmarad. Lehet-e már mérni valamilyen szint, hogy milyen erőssége a legmagasabb liga? Én azt gondolom, hogy a kiemelt bajnokságnak a színvonal az valóban kiemelt bajnokságot mutat. A pontkülönbségek ellenére én nem látok akkora differenciát továbbra sem a csapatok között. Én azt gondolom, hogy egy-egy pillanatnyi forma, egy-egy pillanat, kinek van jobb, rosszabb napja, az valóban eldönthet egy meccset. Láthattunk idén már egy pontkülönbségű mérkőzést, láthattunk egy TD-s, volt olyan meccs, ahol csak egy field goal döntött. Tehát én azt gondolom, hogy egy valóban kiélezett párharcoktól tarkított bajnokságról van szó. Az első igazán komoly értékmérő majd május 20-án lesz a Városi Stadionban, a Tigrisek mögött álló Budapest Wolves érkezik. Milyen meccsre lehet számítani? Borzasztó kemény találkozóra számítok. Ugye ők kikaptak a legutóbbi mérkőzésükön, igaz, hogy csak egy TD-vel, de ez akkor is egy veresség, ez egy fájó tüske bennük, egy nagyon-nagyon tehetséges játékos állományból álló csapatról beszélgetünk, rengeteg válogatott játékossal. Úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk, viszont itthon játszunk a Városi Stadionban, és legutóbb is 1300 körüli nézőszám előtt játszottunk, úgyhogy ez egy olyan lökést ad nekünk, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, tehát én nagyon bízom abban, hogy győzelmet tudunk aratni ellenük. Azt mondják, az amerikai srácokat úgy nevelik, hogy mindent megteszek a győzelem, érjeződik a nyíregyházi amerikai fiúkon, hogy nagyon akarják a bajnoki aranyat? Abszolút. Valakinek van személyes motivációja is. Vannak közöttük olyan, aki kimondottan tanítási célra, tehát szeretné átadni a tudását, de mind a két megközelítés végeredményben arra tart, hogy nekik egyetlen egy elfogadható eredmény van idén, a döntőbe kell vinni ezt a csapatot, és minden egyes nap ők úgy járnak edzeni, úgy jönnek le a mi edzésünkre is, hogy csak ez motiválja őket, úgyhogy ezt át kell vegyük, és át is vettük tőlük, az edzéseink is nagyon fegyelmezettek, úgyhogy mi azon dolgozunk, hogy valóban bejussunk a döntőben, tehát nekünk minden más eredmény csalódás lesz. Thomas Mighty vezetőedző is elégedett az eddigiekkel, de mint mondta, tisztában van azzal, hogy a nehezebb meccsek még csak ezután következnek. Ha a 3-0-ás mérleget nézzük, ez nagyon szép eredmény. Aki kritizálni akar, mondhatja azt, hogy eddig a gyengébbnek tűnő ellenfelekkel játszottunk, a következő 4 meccsen viszont 3 olyan rivális ellen lépünk pályára, amely közvetlenül mögöttünk van a tabellán. Nagyon kell koncentrálnunk, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen játékot nyújtunk ezeken a meccseken. A Nyíregyháza Tigers eddig 120 pontot szerzett és 29 pontot kapott. A második helyezett Budapest Wolves mutatója 105-36. A két csapat ezzel a mérleggel kiemelkedik a mezőnyből. Az elkapások listáját vezető Troy Rice tudja, hogy milyen recept alapján lehet legyőzni a farkasokat. Ha győzni akarunk, meg kell állítanunk a futójátékukat. Mindkét oldalon nagyon erős a támadójáték és a védekezés is. Még mindig van javítani való a játékunkban, azt, hogy miben kell fejlődnünk, persze nem árulom el. A passzjátékunk lehet a kulcsa a győzelemnek, mivel úgy érzem, a passzjátékunkat kevesen tudják levédekezni. A Nyíregyháza Tigers Budapest Wolves mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A mérkőzésre ingyenes a belépés. A második helyen zárt a hazai rendezésű B-döntőben a Nyíregyházi Sportcentrum fiú kosárlabda csapata, amely összesítésben a 10. helyen fejezte be a bajnokságot. A csapatunk, a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os csapata úgy gondolom, hogy az elvárásoknak megfelelően szerepelt, hiszen majdnem bejutottak az A döntőbe, de az A döntőből kimaradva itt a B döntőben tudtak játszani egy olyan
mérkőzés sorozatot, amivel szerintem bebizonyították, hogy nekik valahol ott van a helyük az A döntő végén, B döntő elején. Ennek megfelelően döntő mérkőzés is tudtak játszani vasárnap, amit néhány ponttal elveszítettek, de úgy gondolom, hogy ez volt a reális eredmény, és ez volt a várakozásnak megfelelő eredmény is. 16 éves rácokról van szó, ez már akkor, ahol látszik az, hogy kiből lehet esetleg később akár profi kosárlabda, de az is ebben a korosztályban Nyíregyházán vannak olyan srácok, akikre érdemes odafigyelni, akár már a felnőtt csapat szakmai stábjának is. Igen, úgy gondolom, hogy mindenképpen vannak, és tervezzük is azt, hogy ebből a csapatból is legalább két embert föl fogunk zárkóztatni nyáron a felnőtt csapatnak a felkészüléséhez. Igazából ez az U20-as csapatnak a felkészülését jelenti majd, ami ugye nálunk egy picit összeforra a felnőtt csapattal, de mindenféleképpen lesznek változások a nyár folyamán. Ez természetesen attól függ, hogy hogyan alakul a nyári holt szezonban az igazolások és a játékosok keresésének a szakasza. A Nyíregyházi Sportcentrumnál talán el lehet mondani, hogy a junior és a kadett korosztály az, amelyik a korosztályi csapatok közül leginkább reflektorfényben is a legeredményesebb. Hogyan lehet értékelni ennek a két korosztálynak a szereplését itt Frissiben? Hogyha megnézzük a junior csapatot, azt hiszem, hogy teljesen elégedettek lehetünk. Bronzérmet sikerült megszerezni ezen a hazai rendezésű tornán, és a tavalyi bajnoki cím után értük el ezt az eredményt. Úgy gondolom, hogy évek óta ott van a junior csapatunk. Nagyon bíznék abban, hogy tudjuk esetleg tartani ezt a szintet, bár ez elég nehéz, hiszen ez a legjobb csapatok között lévő rendszeres helyünket jelenti. Az U16-os csapatunk pedig, ahogyan mondtam, az elvárásoknak megfelelően szerepelt. Egy kicsit nehezen indult a bajnokság, de azt hiszem, hogy olyan képzést kaptak ebben az évben, ami egy picit meglepő volt számukra. Schreiber Józsi egy kicsit tapasztaltabb kosárlabda edző, és olyan dolgokat is tanított a srácoknak, amiket az utóbbi időben nem sokan tanítottak, helyezkedéseket, passzolásokat, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy segítségére volt ennek a csapatnak, és szépen fejlődtek, remélem, hogy a továbbiakban még jobban tudnak előrelépni. Elég friss hír, egy picit tudta a junior döntő rendezése és a felnőtt csapat rájátszás meccsei között elsikadt az, hogy ismét akadémiai rangot kapott a Nyíregyházi Sportcentrum. Milyen lehetőséget, milyen felelősséget jelent ez? Lehetősége az mindenképpen az, hogy egy kicsit nagyobb támogatást kap az MKOS-től, és nekünk ezt ki is kell használnunk. A felelőssége pedig az, hogy hogyan tudunk élni ezzel, és hogyan tudjuk használni. Nyíregyháza nem az a cél, egyelőre az a cél terület, ahová a legtöbben szeretnének érkezni. Nem ez a tendencia, hogy Nyíregyháza húzza be az embereket, de mi annak örülnénk, hogyha egy központot tudnánk kialakítani, és végre elindul egy olyan folyamat, amikor érkeznek hozzánk játékosok. Ehhez kellene az, hogy az egyetemünk is erős legyen, és minél többen tudjanak itt maradni az érettségi után Nyíregyházán. Ezen majd dolgoznunk kell, de nekünk a sport területén kell megtenni azt, hogy vonzóvá váljon Nyíregyháza, és úgy gondolom, hogy meg is teszünk ezért mindent. Az egyik nagyon nagy eredményünk például Berettyóújfalun nőtt föl egy fiatal játékos, aki hozzánk jön majd középiskolába. Ő 15 évesen, illetve most töltötte a 14-et, 202 centi magas és 214-re várják őt. Meg kell próbálnunk egy ilyen régiós központtá fejlődnünk, és idehozni azokat a fiatal tehetségeket, akikből kosárlabdázók lehetnek. Természetesen nem elfelejtve a helyi Nyíregyházán született játékosokat sem, hiszen nem lehet, hogy ők kevesebbet kapjanak, mint bárki, aki máshonnan érkezik. De a lényeg, hogy el kell kezdenünk dolgozni, és el kell kezdenünk megtalálni azokat a játékosokat, akikből húzó játékosok lehetnek a felnőtt bajnokságban is. Az MLS megyei igazgatósága ezében is megrendezi a megyei kupa döntőt. Május 23-án szerdán délután 17:30 a Nagyhalász és az Ibrány csap össze a Nyíregyházi Városi Stadionban. A harmadik alkalommal azoknak a csapatoknak írtuk ki ezt az úgynevezett megyei kupát, akik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a Magyar Kupában az egészen az országos főtáblán is képviselték, tehát a megyei selejtezőkből feljutottak az országos főtáblára, ott természetesen a megyénk hírnevét öregítették, MB-s csapatokkal játszottak, sőt, hát ugye most már tudjuk, hogy a Sényő nem csak hogy MB-s csapatokkal játszott, hanem jó párat ki is ejtett, a legjobb 16-ig jutott, majd pedig ugye az amatőr kupába játszott, kupadöntőbe is meg is nyerte azt, tehát igencsak letette a névjegyét.
két megyénk hírnevét öregbítve, és ennek a négy csapatnak rendeztünk két elődöntőt, a két elődöntőt pedig a nagyhalászi csapat és az Ibrány csapat nyerte, a nagyhalász Nagyecseden győzött, rendes játékidőben 3-1-re, az Ibrány pedig Kemecsén Sényővel játszott egy 1-1-es döntetlen, majd büntetőkkel tudtak nyerni, és így egy egészen érdekes, pikáns párosítás, a nagyhalász Ibrány szomszédvári rangadó jött össze erre a kupadöntőre, semleges pályán, hiszen a Nyíregyházi Városi Stadion center pályáján rendezzük meg ezt a finálét. Ugye említetted, hogy a nagyhalász Ibrány párhozónak nagyon komoly útja van. Milyen nézőszámra, milyen érdeklődésre lehet számítani, hiszen a helyszín patinás és az elmúlt két évben is nagyon szép számú közönség volt a kupadöntőkön. Igen, ahogy az elmúlt két évben azt hiszem, hogy ilyen 700-800 ezer ember környékénként voltak ezen a két-két kupadöntő, egy-egy kupadöntőn a nézők. Én legalább megint egy ilyen 1000 főre számítunk, hogyha jó idő lesz. Azt hiszem, hogy mind a két településről fognak jönni, abban biztos vagyok, hogy mind a két településről fognak jönni hangos szurkolók is, tehát lesz egy jó hangulata, főleg ugye emiatt a derbi miatt, hiszen ez tényleg a két településen ez egy különleges esemény, különleges párharc. Ugye most a bajnokságban ez nem jöhetett össze, hiszen különböző osztályban játszik a két csapat, úgyhogy biztos vagyunk benne, hogy a szurkolók is készülnek, és hát örülünk, hogy ilyen remek helyszínen tudjuk ezt megrendezni, és azért nagy köszönet a Nyíregyháza Spartakusznak, illetve a Nyír VV-nek is, hogy lehetővé tették, hogy a kupadöntőt be tudjuk vinni a Városi Stadion center pályájára. Beszéljünk egy másik témáról, ugye nagyon sok sport létesítményben, nagyon sok közintézményben van már defibrillátor, most megyebeli futballcsapatok is hozzájuthatnak ez az életmentő készülékhez, milyen módon sikerült ezt megszervezni a megyei igazgatóságnak? A Magyar Labdarúgó Szövetség írt ki egy pályázatot, egy defibrillátor pályázatot, melynek a lényege az volt, hogy nem csak sportegyesületek, hanem önkormányzatok is pályázhattak. Igazából a kitétel annyi volt, hogy legalább valamilyen szinten, akár egy utánpótlás csapattal is, de induljanak megyei igazgatóság által szervezett bajnokságokba, vagy országos bajnokságokba, és akkor így jogosultak arra, hogy pályázzanak 10%-os önrészsel. Ez egy óriási nagy kedvezmény, hiszen több százezer forintos készülékekről beszélünk, és tényleg minimális önrész befizetésével hozzájuthatnak. Megérkeztek ezek a készülékek a múlt hét folyamán, és természetesen érkeznek majd, és hamarosan viszik el azok, akik jogosultak hozzá. Az önrész befizetése mellett és a támogatói szerződés aláírása mellett még nagyon fontos, csak azoknak tudjuk kiadni, aki egy úgynevezett BLS tanfolyamot elvégeztek. Ezt Bakta Lóránt házán az elmúlt két hétben 5 alkalommal szerveztünk ilyet. 36 pályázó adta be a pályázatot, mind a 36 pályázat sikeres volt, és 34-en már el is végezték ezt a tanfolyamot. Lesz még egy pót tanfolyam Nyíregyházán, ahova azt a fennmaradó két egyesületnek a képviselőt várjuk, hiszen fontos, hogy azért tudják kezelni ezt a készüléket. A készülék egyébként nagyon modern, hiszen egy gombnyomás után, hogyha aktivizálják, akkor pontosan magyarul lépésről lépésre a felhasználó tájékoztatja arról, hogy éppen most mit kell csinálni, milyen fázis következik az adott életmentésben. Hát nagyon bízunk benne, hogy a lehető legtöbb helyen nem fogják soha életükbe használni, meg soha nem kerül a használatra sor, de azért megnyugtató, hogy 36 megyei településen most már lesz egy ilyen készülék, és nem csak futballmérkőzéseken, hanem bármilyen más önkormányzati rendezvényeken is rendelkezésre áll. Visszavágott a Peace Speechnek az idegenben elszenvedett vereségét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese 81-75-re vert ellenfelét. Isten igazából nem volt ez szorosabb, tehát ugye ebbe a rájátszásba egy vereségünk volt az is a Peace otthonában. Tehát ugye azt tudtuk, hogy a Peace az egy nagyon jó csapat, főleg úgy, hogy láttuk az előző napi eredményt, hogy a Diós Győrt is meg tudta verni hazai pályán. Tehát én úgy gondolom, hogy azért egy olyan játékos állományjal érkezett, ami nem lebecsülendő. Tehát ugye itt azért olyan játékos volt a 10-ből 5, aki az NB1-ával edz, és játszik is NB1-át. Tehát ugye azért ez egészen más ritmus, egészen más dobáspontosság. Nekünk ezzel kellett fölvennünk a versenyt, tehát itt azért ez egy ilyen kétesélyes volt. Reménykedtünk abban, hogy hazai pályán meg fogjuk tudni nyerni ezt a mérkőzést, ugye most sikerült már az Orsnak is játszani, hogy idegenben nem tudott velünk utazni, mert annyira nagyon messze volt, hogy ezt a mérkőzést ki kellett hagynia, de most ugye itt hol hazai pályán be tudta vállalni, hál' Istennek a Detti is felépült ugye a sérüléséből, tehát ő is rendelkezésre állt, tehát is igazából 12 játékosat tudtunk neki vágni ennek a mérkőzésnek, azt jelenti, hogy volt
csere lehetőségünk is, tehát hogyha olyan szituációval kerültünk, akkor lehetett cserélni is. Készültünk ellenük egyébként, mert ugye ott tapasztaltuk, hogy a kinti dobásaik azért igencsak veszélyesek, tehát hogy ezzel ellen meg kell próbálni hatékonyan védekezni. És ugye megpróbáltunk egy olyan védekezést a harmadik negyedben, ami meglepte őket, és amikor tehát a harmadik negyed elején sikerült azt a különbséget megteremtenünk, ami a végére is kitartott. A hétvégén dupla forduló következik, két meccset is letud a csapat, a Pinkpécs és a Tata ellen. Eddig nagyszer az itthoni sor, mint a gondolom szeretnétek folytatni. Természetes, hogy szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, azért azt se kell elfelejteni, hogy a Pinknek szintén nagyon jó sora van. Tehát, hogy azok a játékosok meg az álmban akár kezdőemberként is pályára léptek, tehát ugye kevés játékosok volt álba béve. Az, hogy most ott nekünk egy nagyon magabiztos győzelmet sikerült aratnunk, az ugye annak is tudható volt, hogy ők előző nap a Peacca játszottak ugye egy kiki mérkőzést, és másnap úgy léptek pályára ellenünk, hogy kicsit azért fáradtabban. Tehát biztos, hogyha ide lejönnek hozzánk, és ráadásul ugye úgy, hogy az első meccs van velünk, és utána fognak átmenni majd Diósgyőrbe, tehát egy egészen más mérkőzésre kell, hogy készüljünk. Tehát ugye ugyanúgy meg kell próbálnunk megfogni a Zsilinszkit, aki azért látszik, hogy mérkőzés olyan teljesítményt hoz, ami azért komoly fejtörés okoz számunkra, hogy kivel és hogy fogjuk tudni ezt megoldani. A kisembereik szintén nagyon jól dobnak kint, jól egyegyeznek, tehát azért nem lesz egy olyan egyszerű mérkőzés, de természetesen azon vagyunk, hogy a Pink ellen és a hazai pályán sikerüljön nyernünk. A Tata az meg egy nagyon kellemetlen ellenfél, tehát ugye ő vasárnap érkezik hozzánk, ő pont fordítva, mert ő szombaton fog Diósgyőrbe játszani. Tehát ő egy nagyon kellemetlen játékstílust képvisel, és ezért nagyon-nagyon nehéz ellen a kosárlabdázni. Tehát nagyon sok az olyan hirtelen döntés, tehát akár a félpályát közelében is eldobják a három pontosokat, tehát amit ugye más szituációban nem számít rá az ember, az itt megtörténik, tehát ugye pontosan ez volt a gond, amikor Tatán voltunk, hogy föl kellett készülnünk, és elég hosszú időnek kellett eltelnie, amíg ezt a játékstílus nekünk sikerült valamilyen szinten megoldanunk, és alkalmazkodnunk hozzá. De hát bízom benne, hogy hazai pályán vagyunk, bízom benne, hogy ez a két mérkőzés ez ugyanolyan eredményesen fog sikerülni, mint az eddigiek, és akkor elmondhatjuk, hogy szerintem ezt a rájátszást igencsak jó százalékban fogjuk tudni megoldani. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!